Bikácsért Kulturális Egyesület 2003-ban alakult olyan céllal, hogy a Bikácson élő, vagy a néphagyományokat ezt tovább vigyük, meg végül is segítség az önkormányzat számára, hogy különböző rendezvényeket, tehát falunapok, idősek szeretet ünnepe, a gyerekek Mikulás ünnepe, ilyeneket át szoktunk vállalni az önkormányzattól megrendezésre, hogyha természetesen felkérnek rá. A jelenleg 22 tagból álló tánccsoport tavaly decembertől új tánctanárt kapott, és így a társulat repertoárjában már a moldovai táncok is megjelennek. Azt gondoltam, hogy a magyarországi táncokon mellett egy kis erdélyi tánc a háta föl tudjuk dobni a falunak az életét, illetve nyilván az együttesnek a fennmaradás érdekében is, mivel egy eléggé temperamentumos táncról van szó, és hogy egy kicsit mással, más tánccal is megismerkedjenek. A sárközi táncok után az erdélyi táncok mássága feldobta a próbák hangulatát. Most jelen pillanatban moldvai néptáncot tanulunk, előtte sárközit tanultunk, de most jelen pillanatban moldvai, ami nagyon ráfeküdtünk, úgymond. Milyen típusúak? Tehát mitől más ez a tipikus magyar táncoktól például, vagy mitől lehet érdekes? Hát, nem is tudom, hogy mondjam. Egész mások a lépések, a hangulata a zenének. Jobban élvezik a fiatalok most még egyelőre, úgyhogy szeretjük nagyon. A csoport részt vett az idei 15. Nemzetközi Tébláb Fesztiválon, ahol szép sikereket értek el, mint egyedüli dél-dunántúli néptánc együttes. A Tébláb Fesztivál az tulajdonképpen a budapesti Tébláb alapfokú művészeti iskolának a rendezvénye, és minden évben tavasszal rendezzük meg a Nemzetközi Tébláb Fesztivált. Ez most azért volt elég nagy volumenű dolog, hiszen a 15. volt, tehát ez egy születésnapi fesztivál volt. Nagyon sok helyről jöttek vendégek, vendégtáncosok, határon túli magyarok. Jöttek Ukrajnából, jöttek Felvidékről, jöttek Erdélyből, Makedóniából, Törökországból. Fel se tudom sorolni tényleg, hogy hány helyről. Kisebb településekről, mint Bikács, illetve Berecskéről is jöttek. Hagyományőrző csoportok is feléptek, aminek végül is lényegében az a célja, és annyi, hogy együtt legyünk, és hogy együtt táncoljunk, együtt örüljünk annak, hogy igenis megy még a néptánc, és mindenki élvezi, és még a legkisebb faluban is élnek a hagyományok, illetve a tánc szeretete. Mert nem feltétlen a hagyomány, mert hogyha egy falnak nincs tánchagyomány, akkor vagy a közelebb lévőt, vagy esetleg mint mi, ahogy választottuk a moldvait. Mi az erőssége ennek a tánccsoportnak? Leginkább a csoport összetartása, én azt gondolom, hogy amikor decemberben átvettem őket, akkor eléggé el volt a kámpicsoroda, úgymond. És úgy látom, hogy sikerült ezzel a kis moldvaival lelket önteni belőjük újból, illetve hogy megint nagy lelkesedéssel járnak próbára, és hatalmas, nagyon-nagyon nagy az összetartás, a csapat összetartás. Nagyon figyelnek egymásra, illetve hát azt tudni kell róluk, hogy vagy én Pesten dolgozok a Tébláb táncművészeti iskolába, elég ritkán járok le, tehát havonta egyszer-kétszer, és önmaguktól dolgoznak, amiket megtanultunk, videóra vesszük, és abszolút rájuk van bízva az egész. A tánccsoport tagjai nem csak energiával, hanem tervekkel is tele vannak a jövőre nézve. Csak fölfele akarunk most már menni, tehát ez a pesti fellépés igen nagy lendületet adott a mi kis csoportunknak. Szerintem most értünk be arra, hogy most érett össze a csoport, úgy mondjam. És igen sok új jelentkezőnk van, akik a mai napon már 4-5 ember.
hogy ők táncolni szeretnének. Négy, 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 négy. Hajjá!